Kisebb robbanásokkal égett össze szinte teljesen felismerhetetlenre egy autó dívaványa egyik szélső utcájában. A kocsi márkáját is nagyon nehéz megtippelni, szinte semmi sem maradt belőle, ami gyúlékony volt, az a lángok martalékává vált. Teljesen elégtek a gumik és a kárpit is az autóban. A szomszédok segítettek kimenekülni a lángoló autóból a férfinak. A szeghalmi hivatásos tűzoltók a teljes terjedelmében égő gépkocsit két vízsugár segítségével eloltották és visszahűtötték. Egy az utcában élő férfi elmondta, azonnal kirohant, mikor meghallotta a furcsa zajokat. Hozzátette, hogy a sofőr szerinte úgy próbált kihajtani az árokból, hogy többször is nagy gázt adott. Igazság szerint csak annyi volt az egész, hogy hátsó keréke belement a gödörbe, elkezdte füstöltetni, leégette a kocsit és felgyúlott az egész. Tőlem kértek, a szomszédok kértek tőlem csákányt, hogy a szélvédőt betörjék. Ez a férfi elmondta stábunknak, hogy ő vette legelőször észre a kigyulladt autót, tőle kértek egy csákányt a szomszédok, hogy segítsenek a bajba jutott férfin. Hát gondolom, hogy becsúszott a kocsi a gödörbe, azt elborult, begyulladt, ennyit tudok. Mint később kiderült, a férfi tényleg egy ház udvaráról szeretett volna kitolatni, ám ez nem sikerült neki, és az út túloldalán lévő árokba borult. A sofőr nem sérült meg, de a szonda pozitív értéket jelzett, így ellene büntető eljárás indult.